Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Nem tudok mondani tradicionális felkonfot. Szóval... Sziasztok, ez a Check Engine. Nem köszönünk be, mert az 1972 Magyar Televízió. Ez nem igaz. A beköszönés az az embereknek a ráhangolódásának a megindítása arra, hogy most mit néznek. Minden igen, műsorban erre, ráhangolódnak. Erre szükség van akkor, amikor a Sebestyén Balázsák elmondják reggel, hogy ez a rádió műsor. Tradicionális médiaformátumok, amiket azért fogyasztanak, mert az van. A YouTube-ot viszont azért fogyasztják, mert azt választják. Tehát, hogy a ráhangolódás, ez meg tudod, ez mint a klasszikus újságíró nógatás, amikor beléri valaki a cikkbe, hogy na akkor nézzük is meg, mit tud az új Ferrari. Már ott van, belekattintott a cikkbe, már nem kell még egyszer felszólítani. Sziasztok, én a saját csatornámon beszoktam köszönni. Én pedig nem. Vendégünk Ligetfalvi Viktor a chronometer.hu-tól. Iratkozzatok fel rájuk, nyomjatok náluk is csengőt, lájkot, mert nagyon jó kis szórakoztató órás tartalmakat közvetítenek, tehát nem csak arról van szó, hogy milyen híresség, milyen drága órát hord, meg hogy hány rubin kristállyal van megcsapágyazva a csapágylemez és hasonlók, hanem valóban szórakoztató és emberi történeteket mondanak órákról. Háttértevékenységnek is tökéletes. És amiért meghívtam ma ide, az azért van, mert megjelent a Bugatti Tourbillon, amit most következetesen Tourbillonnak fogunk hívni, bár aki tanult franciáról, azt tudja, hogy Tourbillon, nem? Tourbillon. Tourbillon. Így van, ami forgószelet örvényt jelent, de hogy többek közt megfejtsük, hogy miért ez a neve az autónak, elhívtam Viktort, mert hogy köze van az óragyártáshoz, a tradicionális óragyártáshoz. Van. Egyrészt, amikor bemutatták az autót, akkor a Bugattinak az ügyvezetője egy nagyon szép mesét mondott arról, hogy hogyan akarta összekapcsolni ezt az egészet a klasszikus órakészítéssel. De hogyha részleteiben megnézzük, akkor ugye ez egy olyan Bugatti, aminek a kormány közepe pont úgy nem mozog, mint a régi Citroen C4-nek. Így van. És ugyanúgy egy, bocsáss meg, hagyományos sport, férfi sportórára emlékeztet, mint a Lexus IS200-é. Igen, és... Olcsóban is megkaphatod ezt az élményt. Igen, és ez is autó, meg a Citroen is. Tehát igazából nem értem, hogy miért kell itt nagyzolni. És az a lényeg, hogy ugye itt van ez a... Már hány inger kellett, olyan sok kép itt mögött, és ebből válasszátok ki azt, amelyik a belső teret mutatja. Tehát látszik az, hogy a kormány mozog. Egyébként pont a Dávidék nagyon jó kis montást raktak össze. Gyönyörű az a kép szerintem. Dávid, Viktor úgymond kollégája, akivel az őszintén órákról vlogot forgatják heti rendszerességgel. És ugye Dávid az Öblog to Watch-nak dolgozik, ami az órásvilág Top Gear-je? Gyakorlatilag igen, mondhatjuk, igen. Mondhatjuk, igen. Na, de most nem őket szeretnénk promózni. Nem, csak ez egy jó kép. A lényeg az az, hogy az egész úgy működik, hogy a kormány az forog, és a középső rész az nagyjából egyben marad. Mármint egy helyben marad, lehet, hogy van minimális mozgása annak, még nem ültem az autóban, és a közeljövőben ez a veszély nem fenyeget. Viszont először nézzük meg, hogy mi a Tourbillon, hogy így szép lassan menjünk. Akartam mondani, hogy lelőném a point, hogy mit látunk jó, az autóban, jó. És akkor utána menjünk át arra, hogy tehát hogy itt látunk egy hagyományos kormányoszlopot, rajta ugye a kezelőszervek, index, fényszórókapcsoló, mi egyéb, és egy nem annyira hagyományos kormánykereket, ami egy kicsit ilyen kosár módjára körül öleli a kormányagyat, uh-huh. Ami egy ilyen külső kormányagy ennél fogva, és középen van benne ugye egy fix modul. Na lássuk. Cluster is housed in a titanium housing, there's real ruby stone bearings, it's covered in sapphire glass, it is in every way like an exquisite. Igen. Tehát klasszikus analóg órára emlékeztető műszerfal. Így van. Ami már egy kötődés ugye a Tourbillonhoz. És utána ez folytatódik a középkonzolon is, de ez most nem lényeg. De hogy akkor Tourbillon. Kérlek. Megtaláltam ezt a remek animációt a Swiss Watch Gang-től, ami ez egy nagyon-nagyon jó csatornanév. Szerintem ez egy jobb csatornanév, mint a tiétek. Ez simán lehet, de ez nem animáció, hanem makrofelvétel. Nem mondott komolyan. De, hát mint ahogy én belenéztem, mielőtt mondtam volna, de szerintem ez az. De indítsd el, és akkor kiderül, csak a hangot vedd le. Szóval a Tourbillonnak, amit ti nézitek, hogy milyen szépen mozog körbe, az a lényege, hogy ezt Abraham Louis Breguet gyakorlatilag az órakészítésnek a déd nagyapja találta ki az 1700-as évek végén, 1801-ben szabadalmaztatta, és utána még egy évtizedet reszelgette ahhoz, hogy ez működőképes legyen. A lényege az volt, hogy akkoriban ugye sokat küzdöttek az órák pontosságáért.
és azért, hogy különböző hatások, mint például gravitációs hatás, pozicionálási hatás, milyen pozícióban van, hogy az óra, ne hasson ki túl nagy mértékben az óra pontosságára. Mert ugye az egyik legfontosabb alkatrész, az egyik, sok más közül, a hajszárugó egy ilyen órába, és hogyha a hajszárugóra különböző erők hatnak, akkor az máshogy fog megfeszülni az egyik irányba, aztán ott ketyeg egyet, ketyen, és aztán feszül a másik irányba, ott ketyeg megint. Ezért halljuk, ha mechanikus órát teszünk a fülünk mellé, hogy az mindig a végpontja a rugó megfeszülésének, és aztán indul a másik irányba. Igen, kezdetben a fali óráknál, egy nagyobb méretű állóráknál az az inga látta el ezt a szerepet, amit aztán ez a rugó vett át, mert ugye a karodon nem tudsz egy ingát hordani, mert az ingának ugye előfeltétele az, hogy függőlegesen álljon az óra szerkezet, ami a kezeden nem mindig valósul így van. Meg. És ez mondjuk már egy zsiroturbion, amit látunk, már mint egy többtengelyes turbion. Itt, ha visszamész a legelejére, ott van még távolról, hogy látszódjon, hogy ez hol és hol és van az órában. És ugye ennek az lett a lényege, hogy ne csak egy pozícióban legyen mindig jobbra-balra, hanem az egész, ez forogjon még így körbe. Tehát nem csak jobbra-balra megy, hanem az egész folyamatában még körbe is forog. És így megpróbálta kiküszöbölni azt, hogy csak egy irányba van a billegő, tehát a zsebórák ugye legtöbbször a mellén zsebbe voltak, és egy pozícióban, tehát nem úgy, mint a karon, hogy folyamatosan mozog, egy pozícióban. És ezzel próbálta meg kiküszöbölni a különböző erőhatásokat, amik a hajszárugóra hatnak. Na most, hogy ennek a karóráknál amúgy mennyi értelme van, nem sok, mivel a karórák több pozícióban vannak a csuklónkon, hogy a zsiroturbion, ami az előbb felvillant egy pillanatra, vagy több tengelyes turbion, aminek meg az a lényege, hogy különböző áttételek és tengelyek segítségével olyan szinten körbe-körbe forog, minthogyha tényleg a csukló mozgását imitálná, azzal pedig már a minden irányú erőket ki tudja egyensúlyozni, vagy ki tudja nullázni. Elméletileg ez arra lett volna jó, vagy arra volt jó a zsebóráknál, hogy pontos legyen a zsebóra. Na most onnantól kezdve itt látszik, hogy a billegő bent ketyeg, és az egésznek van egy ketrece, ami forog körbe. Ez a lényege a turbionnak, hogy a billegőt egy ketrecre rakva forgatja körbe. Na most, a mai órakészítésben a turbion az én meglátásom szerint amellett, hogy szép, és ez egyébként még csak nem is volt egy különösen szépen megmunkált turbion, mert látszott, hogy nem csinálták meg kézzel a finiselés végét, hanem egy ilyen gépi polírt kapott, de ezt most hagyjuk is. A lényeg az, hogy a mai világban egy klasszikus svájci horgonygát szerkezettel szerelt órát, ami lehet mondjuk akár egy Tissot, Certina, Rolex, vagy az Omega-nak a Coax, vagy Tag Heuer, tehát egy klasszikus horgonygát szerkezetű órát, pontosabbra meg lehet csinálni, mint egy turbiont. Egyrészt azért, mert az anyagok annyit fejlődtek, másrészt azért, mert annyira le van már egyszerűsítve idézőjelesen egy karóra szerkezet, hogy nagyon egyszerűen be lehet pontosítani. És most már tudják, hogy milyen anyagokat kell használni ahhoz, hogy ez tényleg jó legyen. A turbionnál viszont, hogyha pontosítani kell rajta, mert az összerakás után nem olyan pontos. Ez a több tengelyes turbion, igen. Itt látszik, hogy amellett, hogy megy jobbra-balra, amellett még forog körbe-körbe is. A turbion napjainkban már nem annyira pontos, mint egy sima óraszerkezet, és hogyha pontosítani kell, tehát szabályozni, akkor rengeteg munkával jár, mert nagyon vissza kell bontani. Nem úgy van, mint egy alapóraszerkezetnél, ahol csak bizonyos alkatrészek mozgatásával állítanak a rugó feszességén, és ezzel állítanak a pontosságon, hanem annál egy sokkal komplexebb folyamat, úgyhogy az én meglátásom szerint a turbion egy nagyon szép, nagyon tradicionális extra, tényleg Breguet talált, aki visszanyúlik az óragyártás legrégebbi kis bugyraiba, viszont inkább csak egy olyan dolognak érzem a pontosság helyett, amivel egy nullát rá lehet rakni egy adott órára. Tehát, hogyha van mondjuk, és most pont, bocsáss meg, egy Frederic Constantot tudnék felhozni, Frederic Constant, 3500 eurós órába, hogyha beleraknak egy turbiont, akkor ezt már 25 ezerére lehet adni. És még egy pillanat, nagyon fontos, hogy meg lehet csinálni azt, hogy a kerékrendszer nagy része, a járástartalékért felelős rugóház, a felhúzó rész, minden marad ugyanaz, és leginkább a járatot cserélik ki, és ott még egy áttételes fogaskereket alakítanak át. Ha van egy olyan óraszerkezeted, karóraszerkezeted, ami alkalmas, arra, hogy egy picit alakítgassák, kiveszed a klasszikus svájci horgonygát szerkezetet, berakod a helyére a turbiont, nem ennyire egyszerűen, de mondjuk, és már is egy nullával többet el tudsz kérni. Az én meglátásomban ez már rég nem az, amiért Breguet ezt elindított annak idején. De
és szerintem ez egy fontos, de hogy az egész svájci órabirtoklás, vagy hát a klasszikus mechanikus órabirtoklás, az arról szól, hogy neked szükséged van egy szép, komoly, színvonalas műszaki és mérnöki munkával előállított tárgyra. Abszolút. Mert ha pusztán a pontosságra mennél, akkor megveszed azt a G-Shockot, aminek van rádiófunkciója, és hozzáhangolja magát valamelyik atomórához a világba, és annál pontosabb órád nem lesz. Mindez így kerül 50-70 ezer forintba? 50-től, igen. Így van. Itt viszont szerintem maximálisan helytálló a turbion használata, mert egy nagyon szép, nagyon míves eszköz, és mikor ránézel a kezedre, akkor nem csak ők tehetik meg azt, hogy mögé tesznek egy nullát, hanem te is érzed azt, hogy miért fizettél érte egy nullával többet. Ez így van, tehát ez az ipar nagyon nagy mértékben az illúzióra és az érzésekre épít, tehát ezzel nincsen semmi baj, most csak arra próbáltam utalni, hogy alapvetően amire Breguet kitalálta, már nem arra alkalmas elsősorban, de ez az ipar változásával is járt. Tehát ebben a habókos 5 percben akkor elmondtuk, hogy a Bugatti Turbion az ezért Turbion. Igen, és ezt az egész óraipari kis képződményt próbálták meg átvinni az autó műszerfalára, és ott is látszik például, volt ez az animáció, amit az előbb még a legelején megnéztünk, hogy egy rendes titán keretben van, tehát nem műanyag az egész kilométer óra, hanem titánból készítették, ami nagyon könnyű, ugye, nagyon, nagyon könnyű anyag. Abba ott tényleg ott beraktak egy fogaskerékrendszert, az a baj, hogy még nem láttam ezt rendesen működés közben. Szerintem egy kilométer és egy fordulatszámmérő órához nincs szükség annyi olyan áttételre, mint ami ott látszik, nincs, hogy ott benne van. Hasonlóan hogy azok ott mozognak majd, hogy lásd, hogy azok ott történnek, és ott mozognak a fogaskerekek, de alapvetően azok szerintem nem funkcionálisak. Ott vannak a kis segédszámlapok benne, mondjuk úgy, tehát ott van a... És? A rubinkristály csapágyak. Igen. Ami szintén egy ilyen. Meg a kis töltéskijelzés, meg a járástartalék kijelzés. Tehát, hogy te, igen, ott ugye a járástartalék, meg a lóerő. Igen. Akkor az, hogy mennyi üzemanyag van benne, hogy milyen az olaj és a vízfő, hogy mennyi a töltés. Az egész tényleg úgy néz ki, mint egy óra a kis segédszámlapjaival. Tehát ez tényleg nagyon ötletes, és értem. Azt beszéltük ugye, hogy ezt meg lehetne oldani pusztán analóg jelekkel, tehát ahogy 40 éve egy bármilyen autóban az összes ilyen műszert analóg jelek működtettek, befutott egy kilométer óra spirálfordulat, hasonlók, itt is megcsinálták volna. Nyilván nem csinálnak ilyet, mert ez egy 4,5 millió dolláros autó, egyszerűen nem tehetik meg. Ezért valószínűleg pici szervomotorok, pici léptető motorok mozgatják ezeket a mechanikákat, de tényleg mozgatják a mechanikákat. Szerintem úgy néz ki, és ez pont most látszott, hogy ez végigment, hogy a központi tengelyre fel van rakva az a két mutató, tehát valahonnan kapja a két mutató a jelet, és az összes többi fogaskerék van a mutató tengelyére kötve, tehát alapvetően a fogaskerekeket az a tengely működteti, amin a két mutató van. Igen. Ebből kifolyólag azok a fogaskerekek ugyanannak hatására működnek, mint amire a mutatók, nincsenek egymással összefüggésben, egyszer működnek, de nem egymás miatt. De ez nagyon ötletes, hogyha ez így néz ki menet közben, mert akkor tényleg olyan, mintha egy rendes óra lenne. Mondd bele, hogy így nézed, hogy úristen, gyönyörű, puf! De ezt mind 444-nél. Igen, 444-nél, de amúgy a klasszikus mechanikus órára ez az autó alapvetően tökéletesen rímel több szempontból. Igen. Ugye tudjuk, hogy hívják ezt a céget. Bugatti. Bugatti Rimac. Már benne van ez, a Rimac. Ez már a Rimac kezenyomát viseli, és Matej Rimac, biztos vagyok benne, hogy tudott volna építeni tisztán elektromosan egy olyan autót, ami minden paraméterében lehagyja a Veyront vagy a Chiront. Ezt ugye meg is tette, ezt hívjuk Neverának, ez a Rimac Nevera, ami tehát most jelenleg a rendszámos autók rekordjainak mondjuk 10-ből 9-et tart. Ilyen 0-ról 100, 100-200 lassulás, egyebek. Hát egy elképesztően potens autó, egy olyan szupersportautó, amit tényleg kihasznál mindent, amit jelenleg a villanyhajtással ki lehet hozni egy autóból. Viszont Rimac tudja, és ezt nyilatkozta is, hogy a Bugatti közönsége nem venne meg egy tisztán elektromos autót, pont azért, amiért nem vennének turbion nélküli karórát sem. Úgyhogy ő most egy hibridet épített. Ami, ha jól tudom, akkor 1800 lóerő, amiből 1000 a benzines és 800 az áramos. Igen, hát nem lehet őket én egészen egyértelműen összeadni, mert ugye az elektromos motornak és a belső égési motornak máshol van a teljesítménytartománya, az a munkapontról a legtöbben tud üzemelni, de igen, a három darab villanymotor az 1000 lóerőt ad ki. Ugye van kettő az első tengelyen,
és van egy a motor mögött, amivel többek közt önindító funkciót tudnak csinálni, rükvercet tudnak vele csinálni, mint egy Priusban. A Priusban sincs rükverc fogaskerék, az is villanyból talán. Persze. Semmelyik lőtt a hibridban. Milyen expertje vagy a Priusnak, azért ez benne. Csak hát nem van és egy. Ennek is, és ennek lehet, hogy ez is van. Ki tudja? Vagy igen, vagy nem. Na de a lényeg, hogy igen, 1800 lóerő, van benne egy 25,5 kWh-es akkumulátor, egy plug-in hibrid akkumulátor. Plug-in? Ez plug-in. Persze 25 kWh-t nem tudsz feltermelni. Akkor a saját csatornánkon elnézést kérünk a nézőktől, mert ott azt mondtuk, hogy nem plug-in. És ugye az a lényeg, hogy ez az autó. Hol a konnektor? Szerintem a másik oldalon a csuki alatt. Így formailag, ha ránézel, nagyon kiadja a Veyront és a Chiront. Nagyon. De nem, tehát ez az utolsó csavarig egy új fejlesztés. Azt én értem, de nem nagyon szakadtak el attól a dizájn nyelvtől, amit eddig használtak, mert miért is tették volna. Azt gondolnám, hogy ilyen teljesítménynél már nem feltétlenül tehetik meg. Tehát beszélgettem mérnökkel, aki dolgozik ilyen autón, és azt mondja, hogy itt a legnagyobb, itt tulajdonképpen az autó köré építed a motornak, és mindent a motornak rendelsz alá. Ő például ült Veyronban, és azt mondta, hogy mellé állsz egy ilyen borzasztó méretű kredenc, de amikor beleülsz, nagyjából úgy ülsz benne, mint egy kis polszkiban. Mert el kellett helyezni azt a tizenakárhány hűtőpanelt, meg a motort, meg az intercoolereket. De megnézni egy kis polszkit egy W16-tal. Szóval egy rémálom volt műszaki szempontból megvalósítani, de sikerült megvalósítani. És kárpótolnak a hibridség miatt, mert hogy építettek bele egy motort annál a cégnél, akinél talán mindenkinél többet tud a motorépítésről ilyen léptékben, az pedig a Cosworth. Azt tudod, hogy a kimondhatatlan nevű Cosworth, az miért Cosworth? Nem. Costin és Duckworth, a két alapító neve összevonva. Picit olyan, mint a Zsezser Lecoultre, meg a Harley Davidson, meg az ilyenek. Harley Davidson? Tudod, hogy Davidson Davidovként született még. Davidovként? Persze. Nem, még jó, hogy nem cigaretta márkát csinált. A Riga motorkerékpárokat. Szóval igen, elképesztően gyors az autó, ezt nyilván 100-ra 2 másodperc, 200-ra 5 másodperc, 300-ra 10 másodperc, felfoghatatlan tempóra képes, és igen, egy 18 hengeres V-motor van benne, ami szintén egy rohadt nagy műszaki kihívás, hogy csinálj egy 9 henger hosszúságú főtengelyt, ami 9500-as fordulaton a fellépő nyomatéklengésektől nem törik el a fenébe. És ezzel nagyon szépen visszarímelnek ugye a Bugattinak az őskorszakára, az eredeti Bugattira, amik ilyen drótból és lemezből összetákolt törékeny kis versenyautók voltak, 2,5 literes kompresszorral feltöltött sor 8-as motorokkal. És ez most ugye sor 16, tehát hogy V16, de hát két sorból állt, tehát valamilyen szinten így vissza. 18. 16. Várjál, ez nem 18? Nem, 16. Akkor engem átvertek. Szóval a lényeg, hogy bocsánat, ennyit akkor nem újítottak tavalyhoz képest. Hát... Ja, annyit újítottak, hogy W volt. W volt, így és van. Most simán V. Simán V. Ez mondom, ez adja a kihívást, hogy... Ja, mert az előbb azt mondtad, hogy 9 henger. Elnézést, akkor azt akarom, 8 henger hosszúság, tehát a sor 8. Oké, okay, akkor így raktam össze. Szóval, én magam matematikus. Igen. Hát, az távol eltűnt. Szóval a lényeg, hogy egy eszméletlen műszaki kihívás volt, de sikerült megcsinálni a Cosworth-nél, hogy ez a motor működjön, és a 8,3 literes motor, ami akkora, mint egy Viper, az beleforogjon tényleg a 9500-ban. És mennyibe kerül ez? Pénzbe, sokba. 4,6 millió dollár. Igen, az 1,7 milliárd forint körül van. Nem? De. Igen, igen, igen. És el is adták már azt a 250 darabot, amit az alapverzióban legyártanak. Bocsánat, 3,6 millió euró, igen. Szóval, hogy... Ilyet én is szeretnék egyébként, hogy így valamit kitalálok, gyártok belőle 250 darabot, és már el is van adva. Egy csoda. És nyilván ennek az autónak tulajdonképpen semmi relevanciája nincs. Nem lesz tőle olcsóbb a kenyér, ahogy nálunk mondják vidéken. És senkinek
attól a 250 embertől eltekintve senkinek nem lesz jobb az élete. De... Jó, de akkor nézzük meg, hogy milyen órát csinált hozzá Jacob & Co. Tekintsük meg, milyen órát csinált, csak utána befejezem a gondolatmenetet. Tehát Jacob & Co. Jacob & Co. nagyon szeret nagyon extrém órákat csinálni, csináltak Godfather-est, ilyen keresztapásat, csináltak olajfúrótornyost, csináltak olyat, ahol egy rulett asztal van bent, és megnyomod a gombot, és a rulett asztal kipörgeti a kis fehér golyót, tehát számtalan elmebeteg dolgot, és csináltak már Bugattis órát is, az előzőhöz, a Chiron-hoz is, és csináltak most ehhez is, és még mielőtt elindítod, azt szeretném elmondani, bal oldalt látható egy turbion, középen látható a rövidebb mutató, az órát mutatja, a hosszabb a percet, és ezt úgy hívják, hogy retrográd, de mivel egy tengelyen van és kettő, ezért biretrográd, ami azt jelenti, hogy nem körbe megy, hanem véget ér, és visszaugrik, amikor eléri mondjuk a 11 óra 59 perckor, ugye visszaugrik az óra és a percmutató is. És jobb oldalt pedig járástartalék kijelző van, nekünk jobb, ami viszont kettő kis járástartalék kijelző, mert az egyik a motornak a járástartaléka, a másik pedig az óra szerkezetnek a járástartaléka, és ami még durvább, hogy itt megvan az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 henger az egyik oldalon, 8 a másikon, ez tényleg 16. És zafírból van a tömb kifaragva, benne egy kis titán főtengelyel, titán dugattyúkkal, ügyelve a gyújtási sorrendre, és meg vannak csinálva a leömlők is hozzá. Felömlők. Mert hogy ez a motor tetején, ugye, ahol gyűjti a levegőt, az a 4 pillangó szelep. Ezt mintezzek, és azért volt erre szükség, mert hogy ugye ezt látod az autóban hátul, tehát ha megnézed az autó hátulját, akkor a 4 szívótorkot a 4 pillangószeleppel és az airbox-al. Mint a régi Ferrari? Így van, az így látszik szépen. Nyilván itt az airbox-ot lehagyták, hiszen kitakarná. Nem szépen állni kell. De akkor ez nem is igazi. Bocs, és itt járástartalék miről azt mondtad? Igen. Zseniális. Mert és az egyik a motoré, a másik a szerkezeté. Külön. Persze, külön rugón kell legyen, mert különben pillanatok alatt megállna. Kézihúzós vagy automata? Kézihúzós, egész biztos. Ez egy kézihúzós óra? Nem tudnának automatából csinálni, szerintem ilyet, aztán nem néztem meg a hátulját, mert hogy egyszerűen nincs az a rotor, ami ezt felhúzná az én meglátásom szerint. Látszik, ahogy a retrográdon. Értetlen méretű lendítő súly kéne. Igen, az a rotor. Ez felfoghatatlan. Ázt az Úristenit. Ezt nagyon szépen megcsináltak, de hát ők ehhez értenek. Igen. Mennyibe kerül? Nem tudom. Nincs ára? Ajándékba adják az autó mellé? Biztos van, csak nem tudom. De tudom, valami volt, 1, valahány tizedmillió repülőmódban vagyok, de már is megmondom neked. Elképesztő. Nem ízléses, én azt gondolom. De itt nincsen szó az ízlésről. De az autó meg ízléses, azt gondolom. Adta maga módján. Szóval azt, és rajta van az EB Ettore Bugatti. Vagy Európa bajnokság, hogyha szeretnénk napra készebbek lenni. Tegnap előttről. Igen. 340 ezer dollár. Jézusom. Ez tök olcsó. Nehogy kettőt vegyek. Én ennél drágábbnak gondoltam. Hopp, Krono 24, nem, ez már régi, Krono 24-en van fönt 136 millióért. Igen, hát hogy az autó 4 millió dollár, és az óra az csak 340 ezer. Ez nekem azért meglepő, hogy 130 millió forintért, 140-ért hozzánk vágnak egy ilyet, mert ami óráit láttam eddig a Jacobnak, azok mind lényegesen drágábbak voltak ennél. Mondjuk az tele vagy gyémánttal, ebben pedig nincs gyémánt, úgyhogy lehet, hogy ez egy pont. Szóval az előző gondolatmenetnek az lett volna a vége, hogy az autó és az óra létezés is pontosan ugyanarról szól, ez egy Eiffel-torony, ez egy Concord, ez mert meg tudjuk csinálni. Egy sámándob? Illetve bocsánat, most azt megtudjuk, mintha egy csavarközöm is lenne hozzá, de hogy a kitartó mérnöki munka, meg a kellően akaró ember, az képes erre. És ez az órának is, meg az autónak is a lényege, ez nagyon elkoptatott és nagyon elcsépelt, de tényleg ez csak azért létezik, mert létezni tud. Én megnézném, hogy a Winkler kipróbálja és elmondja, hogy mennyire nyomja a középkonzol a térdét, nem? Ennek is van ilyen kis párnácskája, mint a Hyundai. És hogy mire hasonlítanak azok a gombok? Hogy tudj támasztani, miközben nagyon-nagyon... Most én tényleg nem szőrszálhasogatni akarok, bár mi ugye órás szinten mindig azt mondjuk, de az a középkonzolon a váltó és a gombok, azok mind az új a Porsche-ba. Ugye az új 911-ben is már ez a fajta a kis váltó bütyök van. Nézd, biztos vagyok benne, hogyha szétszednénk itt ezt a modult, akkor ugyanaz lenne benne, mint a Golf GT. Ezt a filéről. Bocsánat. Nem, sőt, lehet, hogy nem, de hát ugye tudjuk, hogy egy Volkswagen Concern termékről van szó. A Volkswagen Concernnek talán a
hát márka értékét tekintve legértékesebb darabja. Szóval, hogy nem tudom nem szeretni. Tudom, hogy sosem lesz hozzá közöm, tudom, hogy kihasználhatatlan, hogy pazarló, de csúcs, hogy még keletkeznek ilyen dolgok, és főleg, hogy ilyen klasszikus műszaki megoldások, mint hogy szívómotor, tehát, hogy nem a turbókkal igyekeznek még tovább pumpálni, ahogy az kézenfekvőnek tűnt, hanem fejlesztettek hozzá egy olyan túl teljesen önálló egyedi szívómotort. Szerintem ez csodálatos. Valóban. Ez egy olyan dolog, amiért még így lelkesedett. Megsüvegelendő. 2024-ben. Viktor, köszönöm, hogy velünk tartottál. Köszönöm a meghívást. Ezen a csodálatos napon. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, nézzetek kronométert, nézzetek check engine-t, és a jövő héten folytatjuk.